hová kerül a hulladék, miután azt elszállítják, hogyan zajlik maga a komposztálás, többek között ezekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, iskolások és óvodások, mintegy 150-en a Deponia nyílt napján, ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Szorgosan szelektálják a gyerekek a hulladékot, 150 fehérvári óvodás és iskolás érkezett pénteken a Csalai Hulladékkezelő Központba. Második alkalommal szervezett nyílt napot a Deponia Nonprofit Kft. A környezettudatosság jegyében. A második éve, hogy megrendezzük a nyílt napot, az idejében kettő alkalommal is tartunk ilyen rendezvényt. Az első az a mai napon van, ma az óvodások, illetve a kisiskolások, tehát 1-4 osztályosokat látjuk vendégül. És hát a mai napnak a célja az, hogy népszerűsítsük a jó szemetelést, ez egy idézőjelben, tehát elsősorban a szelektív, minél inkább gyűjtsön mindenki szelektíven, tehát a szelektív hulladékgyűjtést, és úgy általában a környezetvédelmet, hulladékgazdálkodást igyekszünk népszerűsíteni. Minél inkább a korosztályi sajátosságokat figyelembe venni, nyilván a kisgyerekek esetében a játék az, amivel legjobban megközelíthetők. Úgyhogy ilyen hulladékból készült játékokat mutatunk be, illetve azzal ismerkedhetnek, játszhatnak is, illetve másfél a szemléletformálásnak a gyakorlati részét, hogy lássák azt a hulladékot, amit ők otthon kicsiben látnak egy zacskónyi mennyiségben, itt ugyanezt óriási tömegben. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy kicsit ilyen sokkoló hatása is, hogy milyen mennyiségű szelektív hulladék van, de mellette sajnos még milyen mennyiségben gyűjtünk még mindig vegyesen, és mi mindent lehetne még a vegyes hulladékból a szelektívbe tenni. A családokban is ugye a gyerekek azért meghatározóak, tehát amikor hazamegy valaki, és azt látja, hogy apa meg anya esetleg nem jól csinálja, és akkor elmondják, hogy hát ezt mi az iskolában, vagy a mai nap után a depónián másként láttuk, hallottuk, és hiszünk abban, hogy a szülőkre is tudunk így hatni, illetve a gyerekekben elültettük ezt a magot, és ők már jól szemetelő felnőttek lesznek. Ha már felnőttek, hogyan kell elképzelniük a felnőtteknek is, akár nem csak a gyerekeknek, hogy amikor ide kerül a hulladék, onnantól kezdve tulajdonképpen hát mi történik vele, milyen folyamatokon megy át itt a hulladék telepen? Szerencsére most már nagyon sok ilyen folyamatunk van, tehát ha 20 évvel ezelőtt kérdeztem volna, akkor azt mondtam volna, hogy hát összegyűjtjük és betesszük a gödörbe. Most már ez nagyon nem így van, nyilván még a hulladék lerakó, a gödör az még mindig van és működik, viszont óriási feladatunk az, hogy évről évre, hónapról hónapra csökkentsük az oda kerülő hulladék mennyiséget, hisz az egy hosszú távon ott maradó valami. Egyre inkább ugye a szelektív gyűjtés, de már nem csak a csomagolási hulladékoknak a szelektív gyűjtése, hanem zöld hulladék szelektív gyűjtése is megvalósul, az inert hulladékok, tehát az ilyen földszerű hulladékok, bontási törmelékek külön gyűjtése is, és azok tisztán való ide beszállítása és ezáltal hasznosítása. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egyre több hulladékot hasznosítunk. Az itteni feldolgozó folyamataink azt a célt szolgálják, hogy minél nagyobb arányban újrahasznosításra kerüljenek a hulladékok. A Deponia mely területeken dolgozik itt, gondolok nem csak Fehérvárra, hanem a környező településekre, tehát mely helyekre jár ki a Deponia, és hát mennyi hulladék gyűlik össze? 3 megyében dolgozunk jelenleg. Fehér megye a legnagyobb hatáskörzetünk, ennek az északi része, nagyjából azt mondhatom, hogy az M7-es vonalától északra. Ezeket a településeket Veszprém megyében van 7 településünk, és Pest megyében van, ha jól számolom, 13. Összesen 330 ezer fő az, akit ellátunk, tehát ez egy elég nagy körzetünk van. Lényegében Budapest határától a Balatonig, az M7-estől északra ezen a területen dolgozunk. Hulladék mennyiség, hát nagyon nagy számokat, főleg ha valaki a tonnákkal ismerettségben van, tehát hogy mekkora egy tonna mennyiség. Éves szinten vegyes hulladékunk az most olyan 55 ezer tonna mennyiség, ami beérkezik. Zöld hulladék a szerencsére már egyre növekvő mennyiségben, ez megközelíti a 10 ezer tonnát. Iszonyatos mennyiség, illetve a szelektív, ami pedig ugye fajsúlyában a legkönnyebb hulladékcsoport, abból is a 7000 tonna az, amit évente gyűjtünk és kezelünk. Ezek nagyon nagy számok, tehát ezek köbméterben óriási mennyiségek. Most 2019-ben mennyire vagyunk mi környezettudatosak, és amikor beérkezik ide a hulladék, akkor mennyire van sok dolguk vele itt a munkatársaknak a szelektálást illetően? 2019-ben azt hiszem sokkal inkább környezettudatosak vagyunk, mondjuk, mint az előző években, de ebben még nagyon nagy fejlődni valónk van, óriási. Tehát, hogyha a lakókörnyezetében bárki körbenéz, én azt gondolom, hogy abszolút tapasztalható, hogy,
Vannak azért polgártársaink, akik ezzel abszolút nem törődnek, sőt, vannak, akik ugye szétszórják a hulladékot, tehát még a mások által teremtett rendet is próbálják szétzilálni, tehát ez nagyon-nagyon nem jó. De ugyanakkor azt gondolom, hogy azok a folyamatok, amik elindultak, és ebben azt hiszem van nekünk is részünk, a mi munkánknak, azért ezek mindenképpen pozitív tendenciát mutatnak. Nagyon-nagyon messze vagyunk, vagy talán soha nem jön el az az idő, amikor ebben mindenki a legjobbat fogja tenni. Többek között ezért is vagyunk mi, hogy ebben az egész rendszerben rendet vágjunk, és a végén minél inkább védjük a környezeti értékeinket. Hogyha valaki ide szeretne jönni, mint magánember, azt megteheti-e, már mint magával a hulladékkal, és ennek mi a menete? Igen, hát ugye a mai napon is megteheti ezen a nyílt napon, de ettől függetlenül valakinek hulladéka van, tehát mint látogató. Ha hulladéka van, is a magánembereket ugyanúgy szívesen fogadjuk. Azt kell mondjam, hogy ma már nincs olyan, hogy ingyenes hulladék elhelyezés, vagy ártalmatlanítás, tehát azért azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ezért fizetni kell, és ez valahol azt gondolom, hogy így is van jól, hisz ez egy érték, amit mi teremtünk ebből a hulladékból, mármint úgy érték, hogy hozzáadott érték. Sok munkánk van vele, és költsége is jelentős, ehhez minden hulladék termelőnek nyilvánvalóan hozzá kell járulnia. Mindenki csak apró dolgot kell, hogy tegyen ahhoz, hogy összességében óriásit változzon a földünk állapota, a közvetlen környezetünk állapota. Tehát mindenki gyűjtsön szelektíven, ne szórja el még a papírzsebkendőt, vagy a cigarettacsikket sem, vagy ugye a tengerpartokon, ha járunk, vagy vízpartokon, ugye erről azért már eléggé hangos a sajtó. Ott se szórjunk el semmit, mert ezek sajnos ezek a hulladékok, ezek nagyon sokáig megmaradnak a környezetünkben. Mind látványát tekintve, mind pedig ennek a környezeti ártalmait tekintve. Tehát mindenki egy picit tegyen érte, és akkor szerintem nagyon nagy eredményt érünk el. A mai kor gyermekei már abba a világba születnek, ahol minden a környezettudatosságról szól. Már a legkisebbek is tisztában vannak azzal, hogy a természet kincs, és nem szabad tönkretennünk. A lapokat, azokat nem dobjuk ki, azaz, hogy szelektíven gyűjtünk néha, meg... amikor elmegyünk, segítünk a takarítóknak, hogy kitakarítjuk az osztálytermet. Azaz, hogy nem hagyunk a földön szemetet, és így most, ja meg, hogy nem szabad szemetelni. Miért tartod ezt fontosnak? Azért, mert ugye hát a világban rengeteg hát állat elpusztul, meg növény, és arról is hallottam, valamikor mondták, hogy a Marianna árokban is rengeteg szemét van, és hogy alatta, amikor lementek a búvárok, megdöntötte ugye a világrekordot, az egyik búvár, és oda lent úsztak a csokis papírok, pedig ott nem ettek lent csokis papírt az él. Én azért tartom úgy a környezetet, mert én nekem ez így sokkal jobban tetszik, hogy minden tiszta, szép zöld, meg azért költöztünk el a városból is, mert azon nekem annyira nem tetszett. Ezért költöztünk ide Öreghegyre. Azért tetszik nekem így jobban. Nem szoktam például mindig 5 métert autózni a pályákkal, hanem akkor vagy elmegyünk biciklivel, vagy gyalog. Próbálom mindig kidobni a szemetet, és odafigyelni arra, hogy ne szemeteljek az utcákon, és ha mondjuk a papírzsepi kiesik a kezemből, és látom, hogy valaki szemetel, én felveszem, és kidobom a kukába. Miért tartod fontosnak, hogy tisztán tartsuk a környezetet? Mert ha nem tartjuk tisztán, akkor a világ is elpusztul. A Vasvári Pál Általános Iskolában a környezettudatosság jegyében oktatnak a pedagógusok. Ez a 900 darab másfél literes műanyag flakonból készített elefánt az iskolában tanuló gyermekek munkája. A Peteli névre hallgató elefánt most új otthonra lelt, az intézmény a cégnek ajándékozta. Az újrahasznosítás kérdése az egyre inkább fontosabb, és a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola is ezt így gondolja. Mindazok mellett, hogy ökoiskola is vagyunk, és a tavalyi tanév elején a felsős tantestület elhatározta, hogy az öko program keretében sok-sok munkát, feladatot tervez a gyerekeknek is. Ketten a rajzszakos kollégámmal, Herr Anita tanárnővel elhatároztuk, hogy készítünk egy elefántot, mely PET palackból
épül. És akkor ez a rész volt a művészeti része, és magam, mint fizika tanár, feleltem ennek az elefántnak a statikai meglétéért, és tulajdonképpen így a gyerekek segítségével elkészült az elefánt. Mennyi ideig készült maga az elefánt, és milyen volt a csapatszellem, a csapatmunka mindeközben? Az elefántot alsós és felsős tanulók petpalackos gyűjteményéből építettük fel. 30 napba került ez az építkezés. Az, hogy a 30 napnak eltűrő ritusa volt, az teljesen biztos. Az elején izgultunk, hogy lesz annyi palack, számolgattuk, hogy mennyi. Ez 900 darab másfél-két literes palack, 3 literesekből van még és 5 literesekből. És hogy osszuk el a munkát? A felső vett legtöbbet részt, órán, rajzórán a gyerekek megfestették a palacnak a külcsinét. Közben az aulában, technika órán néhány ügyesebb gyerekkel pedig a mechanikai vázat készítettük. És azt a kettőt össze kellett hangolni, és akkor valahogy így készült el ez a belső tartalom, a statikai rész, és így készült el a külső szépsége is ennek az elefántnak. Miért tartja fontosnak az intézmény, hogy már egészen kicsi korba beletáplálják a gyerekekbe a környezettudatosságot? A kisgyerekek jönnek, látnak, néznek. És figyeltem azt is, hogy amikor kész van az elefánt, a szülők odállnak és fényképeznek. Na most fényképezik magukat. Ez idő alatt akarva akaratlanul szóba jön ez, hogy ez miből készült. Szóba jön az, hogy ezeket a PET palackokat lehet újra hasznosítani. Ez inkább ugye annak szól, hogy kihívja a kreativitást a gyerekeknek, és egyben ahogy gyűjtöttük, születik az újrahasznosítás ötlete, és egyben el tudjuk mi pedagógiailag azt mondani, hogy érdemes a dolgokat szelektíve gyűjteni, amiket már nem nagyon szeretnénk felhasználni. Na most ezek nyomokban ültetődnek el, hát és majd a jövőben tudjuk meg, hogy a felnőtt gyerekek, a saját gyerekeiket hogyan fogják arra kérni, hogy a hulladéket szelektíve kell gyűjteni. És az elefántnak most már új helye van. Új helye van. Azt gondoltuk, hogy a depónia az megfelelő értéket lát ebben. Ők nagyon sokszor járnak a mi iskolánkban pályaorientációs előadásokat tartani, és a kommunikációk során ők látták szintén ezt az elefántot. Nekik nem kell elmondani, hogy miért fontos a hulladékek szelektív gyűjtése és az újrahasznosítás, és a beszélgetések közepette úgy gondoltuk, hogy megosztjuk ezt az elefántot velük, és a mai napon ez éppen itt átadásra került sok-sok érdeklődő gyerekek körében, akik többsége most úgy látom nem is vasvári Pál általános iskolások, és ők is látják azt, amit mi az iskolánkban már szemléletként eladtuk. Mennyire van nehéz dolga ma, 2019-ben a pedagógusoknak annak kapcsán, hogy hát a gyerekekbe ilyen kicsi korban már tényleg beletáplálják ezt a fajta életszemléletet? Nehéz ez, vagy éppen, hogy a gyerekeket még könnyű formálni ennek tekintetében? Nem tudom, hogy a saját magam által tapasztalt nehézség általánosítható. A pedagógus, most általános iskolára gondolok, sok minden más területen is hivatott arra, hogy segítse valamilyen ügyet. És ha valakinek van egy kis ideje, akkor a tanulári kívüli programjai keretében belefog egy ilyenben. Na most, aki kreatív, az önként jön arra, meglát egy ilyen elefántot, na akkor az fog eszembe jutni, hogy na ezt alkossuk meg a gyerekekkel. Tehát ilyen szempontból kell a pedagógusnak egy kis aktivitása, és ez mindig jár egy kellemes fáradtsággal, de azokat az örömeket, hogy látjuk a gyerekeket az elefánt mellett fotózni, meg megsimogatja, érzelmeket váltanak ki, ezek mind hálásak és örömet fejtenek ki. Szerintem minden kollégám megtalálja azt, amiben ezt a kis pluszt megteheti, van, aki tényleg ebben, vagy más területen megtalálja. Szerintem ilyenek a pályán most a pedagógusok. A Csalai telephelyen több mint 50 ember dolgozik azért, hogy a nagy mennyiségű hulladék nap mint nap feldolgozásra kerüljön. A gyerekek az itt zajló munkafolyamatokat ismerhették meg pénteken. A deponia következő programja júniusban lesz, akkor a gyerekek megismerhetik azokat a fehérvári cégeket, melyek létfontosságú szolgáltatásokat biztosítanak a lakók számára.
Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, remélem tudtunk hasznos, érdekes információkkal szolgálni önöknek ma is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!